Sziasztok! Itt a Van Life Adventure harmadik része, és ahogy ígértük, most beszélünk a szigetelésről, és később a fekete levest is megesszük, megisszuk, az engedélyeztetés. Tehát a szigetelés, ugye már beszéltünk róla, és ez egy elég fontos része, csak nem túl látványos az építésnek. Azért fontos, még annak is fontos, aki csak nyáron használja, mert előfordulhat egy esős nap, amikor kicsit fűteni kell, vagy ha nem is kell fűteni, pára képződik belül az autóban. Ugye elég nagy a különbség, nagy lehet a hőmérséklet különbség bent-kint, és ez párásodást okoz, páralecsapódást okoz, ezt szigeteléssel kell mindenképpen valahogy megoldani. Tovább nehezedik a helyzet, ahogy ennél az autónál, ez ugye télen is működőképes kell, hogy legyen, magyarul fűtés kell bele, ekkor pedig aztán pláne nagy lesz a különbség kívül, belül, páralecsapódás, nedvesség, stb. Tehát a szigetelés nagyon fontos. Ha jöttök, megmutatom, hogy mi az alap. Az alap egy lépésálló fólia, amit már el van takarva, de itt lehet még látni, mondjuk egy fa itt eltakarta, ki van szépen fújva, de mintha ez a lépésálló polisztirol, azt hiszem így hívják, hungarocell, stb. Ez van alatta, van rajta egy 10-es OSB lap, és erre jön majd rá a díszburkolat. Ez a padló. Mindenhol ki van szépen fújva azokon a helyeken, ahol nem tud pontos lenni ezével, púrhabbal, illetve hát ilyen, ez inkább ilyen szerelési ragasztó, mint púrhab, kevésbé tágul, jobban ragad, és a lelke a dolognak, itt látszik, szintén az oszlopok kifújva púrhabbal, ugye csak azt az oszlopot lehet kifújni púrhabbal, ahol nem megy semmilyen technika, tehát villamos áram, stb., mert hogyha aztán később bármi miatt meg kell bontanunk az elektromos hálózatot, esetleg a másik ajtóban egy mechanikát, ki van fújva púrhabbal, akkor bajba vagyunk. Magyarán, bocsánat, akkor neked nagyon pontosan tudnod kell még a szigetelés előtt, hogy hogyan fogod majd kábelezni az autót. Igen, nyilván azokon a helyeken, ahol megy kábel, oda nem púrhabot fújok, hanem kitöltöm ezzel a szigetelő gyapottal, amiből én a bio változatot választottam, ami ugye nem használnak vegyszert ahhoz, hogy fehérítsék, és a gyártáshoz sem használnak ilyen egészségkárosító anyagokat. Ezt így saját megnyugtatásomra használtam ezt, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy pont olyan irritáló, mint a másik, mert amikor tettem bele, és félmeztelenül voltam, vagy legalábbis pólóba, nekem utána zuhanyoznom kellett, mert így idegesített a szál belőle. Tehát ezzel a zárt részek, ezzel a gyapottal van ki töltve, és utána egy ilyen polifom hőtükörnek hívják, van rátéve, és alumínium fóliával szépen megragasztva mindenhol. Nincs még befejezve, jól látjátok, ugye még ide valószínűleg egy ablak kerül, stb., de ez a vonal, ami itt van. Tehát így lesz megcsinálva az egész, így lesz beburkolva, és azért lényeges ez a leragasztás, hogy egy ilyen nedvesség gátat képez, ugye a hideg meg a meleg felület között, nem engedi átszivárogni a nedvességet, másrészt pedig önmagunk megnyugtatására ebből a nevezzük kőzetgyapotnak, lehet, hogy pont nem ez a neve, de ebből a kőzetgyapot szerű szigetelésből se száll ki semmi, hogyha ez itt le van burkolva. A tetőn szintén ez így meg lesz, és utána jön erre egy díszborítás, ami valószínűleg valami vékony, fehér színű burkolat lesz. Most ez így nagyon egyszerűen hangzik, de ezt azért így nagyon végig kell gondolni, hogy mi hogy megy, és látszanak még itt ilyen idéglenes megoldások, ahol elvezettem a vezetékeket, de alapvetően ilyen rejtett csőben, Bergman cső, nem is tudom, hogy hívják ezt. Ugye erről beszéltem korábban, hogy nekiállok csinálni, de bizonyos dolgoknak az elnevezését se tudom, mert én nem vagyok villanyszerelő, csak így nézem, és akkor ezek kellenek, és akkor ezekbe van elvezetve
a kábel. Ezek még ilyen idéglenesen vannak behúzva, csak úgy a hossza miatt még belesznek burkolva jobban. Itt is már kezdtem csinálni, még nincs befejezve. Itt nagyon jól lehet látni ezt a fém szigetelést, amivel meg van ragasztva. Ez kajakra alumíniumfólia, ragadós alumíniumfólia, ezzel lesz végig. Ez meg a múltkori kempingezésén valaki itt felejtette, mert ugye már mi ebben laktunk, még félkész állapotban, aztán valaki itt felejtette az alufóliát. Ez nem tartozik Kodolta szorosan a tárgyhoz. Ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Hát mennyi alufólia van itt. Ennek kell, örülni fog neki. És amiről korábban beszéltem, és fontos, ez a bitumenlapok beragasztása. Ugye ez gyári, ha ide nézel, ezt gyárilag tették, és azért tették ezt is gyárilag, hogy ne döngjön. Most nem is döng, amikor ez nem volt, akkor ennek igen döngő hangja volt. Ugye ennek az zajszigetelés miatt van elsősorban szerepe, és számomra is meglepő módon hihetetlen sokat számít. Azért, mert például, hogyha veszünk egy ilyen mosogatót, ahhoz egy ilyen tenyérnyi darabot adnak, amit aljára kell ragasztani. És akkor nem úgy fog zubogni a víz. És akkor a víz totál máshogy zubog. És az a kicsi ennyire sokat számít. Na most gondoljátok végig, ezt itt mindenhol végig ragasztottam. És már próbáltuk, voltunk esőbe benne, meg nagyon, nagyon más a hangja. Tehát nem azt mondom, hogy csendes, mint a süket szobába ülnénk, hanem inkább az, hogy nem kong, nem dong, tehát csak kopog. Van hangja, de nem olyan zűrös. Ugye amikor erre még jön a kőzetgyapot, ebben a magasságban, pont ahogy a ventilátor kerete van, itt ezzel elvágólag, az is még sokat fog szigetelni, az meg a zajon, tehát nem is fog kongani, és valamennyire a zajt is meg fogja fogni. Kérdeznék egyet, bocsánat, hogy ott hátul miért nincsen még lefedve oda, még tervezel valamit, vagy itt tartasz jelen pillanatban? Jelen pillanatban itt tartok. Ugye eleinte én is úgy futottam neki, mint nagyon sokan, hogy ablak, ide ablak, oda ablak, minden tetőre, le, föl, stb. Ennek két hátránya van. Egyik az ár. Ugye ezek az ablakok, ami jó minőségű, nagyon drága. A másik pedig az, hogy nekem kezdettől fogva az egyik cél, hogy ez az autóról a vak ne lássa 200 méterről már, hogy ez egy lakóautó. Tehát ez kívülről inkább úgy fog kinézni, mint egy a fehér furgon, amitől mi motorosok legjobban rettegünk, a fehér furgonos. És ezért, ha úgy adja a helyzet, simán ott tudunk olyan helyen is aludni, ahol egyébként nem szabad lakóautóval, mert kívülről nem lehet majd látni. Ezért csak itt lesz egy ablak, ugyanis itt lesz egy ülés. És akkor itt át is térhetünk az engedélyeztetésre, ami a nehézkes része, és mindenki retteg tőle, de valójában megoldható. Minden megoldható, de vannak fájó pontjai. Az egyik fájó pontja például az, hogy ugye ez tehergépjárműnek jött be az országba, ezért nincs rá regadó. Onnantól kezdve, hogy átminősítjük akár személyautóvá, vagy a személyautó egyik módosulatával a lakóautóvá, regadó köteles, tehát be kell fizetni a regadót. Ez nagyjából ennél a járműnál ilyen 230-250 ezer forint. Ez a nagyságrend. De ez alapfeltétele annak, hogy lakóautóvá lehessen minősíteni. A másik pedig az, hogy ugye itt járműkategória váltás van, teherautóból lesz személyautó, azon belül a személyautón belül pedig lakóautó. Ehhez kell egy engedélyeztetési terv, és az alapján kell megépíteni. Én könnyű helyzetben vagyok, mert én nem akarom ezt egy olyan típusú lakóautóvá csinálni, ahol fix gázberendezés van, gázzal fűt, stb., mert akkor nyomáspróba kell, akkor olyan szakembernek kell az engedélyeztetést megcsinálni. Itt most csak arról van szó, hogy a három személyes teherautóból én egy négy személyes személyautót, lakóautót szeretnék csinálni. Ennek a feltétele ugye az átalakítási engedély, illetve az, hogy a engedélyeztetett, rögzített, biztonsági övvel ellátott ülései legyenek, ahol négy személy tud ülni. Ez gyárilag három személyes, ott elől egy hármas ülés volt,
úgyhogy vezetőülés és a dupla utasülés. Ezt kicseréltem egy állítható, normál ülésre, és ezért most így két személy, és a pad, ami ott volt, beépített biztonsági övvel, az ide lesz szerelve, megfelelően rögzítve, és... Kvázi egy kanapé a nappaliba. Kvázi egy kanapé a nappaliba. Most, hogy az fixre bennmarad-e, azt nem tudjuk, de az engedélyeztetéskor biztos, hogy benne kell, hogy legyen, és úgy kell, hogy benne legyen, hogy kvázi gyári minőségben. Ezért nem lehet, nem tudok fából ide szögelni egy sámlit, mert az ugye nem minősített, viszont a gyári ülés nagyon jó erre, mert bele van építve a biztonsági öv, ami ugye nagyon fontos, kvázi feltétele, és a vicces az, hogy azért kell ide az ablak, mert az is előírás, hogy az utasülés mellett ablaknak kell lenni. Ja, hogyha beszorulnál, ki tudjanak, hogyha nem lehet nyitni az ajtót. Hát meg így kilásson az ember, nem tudom, gondolom, ilyen komfortokkal is van, hogy ne az sötét dobozba szállítsd az utast. És tehát elkészült egy alap engedélyeztetési terv, és annak megfelelően alakítjuk ki a rögzítési pontokat, stb., és így fog átminősülni az autó. Ugye ez, hogy négy személyes legyen, az azért fontos, hogy ugye a családdal tudjunk menni, két gyerek, ketten felnőttek, viszont érdemes a jármű vásárlásánál figyelembe venni az, hogy vannak ilyen 4 meg 5 személyes teherautók is. Például konkrétan egy Renault Mustert néztem meg, ami itt hátul ugye egy pad be volt építve, 5 személyre volt vizsgáztatva, és annak itt volt az ablak. Ugye ennek az átminősítése ilyen szempontból könnyebb személyautóvá, hogy nem kell a szállított személyek számát módosítani. Az ülés már elfogadott, benne van a papírjában, nem kell vele foglalkozni. Most nyilván ez a felépítés nem lett volna jó, mert ott valamit módosítani kellett volna, mert túl sok helyet elfoglal a lakótérből, mindegy, de a papíron az már 5 személyes, tehát erre is gondolni kell. Egyébként ezért szeretik nagyon sokan megvásárolni a mentőautókat, mert ott is nagyon sok 4 személyes eleve, mert ugye a sofőr, egy asszisztens, meg mentőorvos, 3 személy, 4 személy, tehát ott is van több, ami több személyes, de a mentőautónak még előnye az, hogy általában szigetelt, tehát ez már megvan, és majdnem mindig van állófűtés, meg külső betáp kialakítás. Magyarul, ha a mentőautó több időt helyben áll, akkor rá lehet csatlakoztatni hálózatra, tehát 230 voltra, és onnan működnek a dolgok. Úgyhogy annak az átalakítása az olyan, hogy már tulajdonképpen az első lépcső után indul az ember, mert már egy csomó dolgot gyárilag megcsináltak, ami jó is, de hát... Kinek jó, kinek nem. Az a lényeg, hogy mire használja az ember. Nyilván a mentőautók nem olyan nagyok, mozgékonyabbak, nehezebb benne elférni, de tehát azért a beépített állófűtés az nagyon jó, mert azzal van munka. Tehát az beépíteni van munka. Ugyanis itt a fűtés úgy lesz megoldva, hogy levegős állóhelyzeti fűtés lesz, ami dízelolajjal működik. Erre majd még visszatérünk később. Az engedélyeztetésnek a költsége, ugye a legnagyobb költség az a regadó, akármilyen furcsa, amit így kvázi kidobunk az ablakon, ez 250 ezer forint magasságában van, ez ugye függ a jármű évjáratától, a környezetvédelmi besorolásától, de a nagyságrend az ilyen 200-300 ezer forint között van ebben a jármű kategóriában. Az engedélyeztetés az, hát ez meg nagyon, nagyon személyre szabott, nekem ilyen 60 ezer forint lesz. Ez azt jelenti, hogy ez egy viszonylag egyszerű terv, mint mondtam, nem kell például a gázt külön tervezni benne, a 220-as becsatlakozás, 230-as becsatlakozás, az is egy nagyon egyszerű, tehát az tényleg amelyik villanyszerelő rendelkezik ilyen biztonsági vizsgával, az nagyon hamar le tudja ellenőrizni, meg tudja nézni, mert gyakorlatilag csak bejön egy csatlakozóból a 230. És ennyi. Egy rögzített ülés lesz. Gyakorlatilag azzal az engedélyeztetés nem foglalkozik, hogy most itt lesz az ágy, vagy ott lesz az ágy, vagy keresztbe, vagy hosszába. Vannak bizonyos megkötések nyilvánvalóan, annak megfelelően próbálja az ember megépíteni az autót, de nem ördög lakat. Tehát nekem, amikor én is
Elterveztem, hogy belekezdek, és kérdeztem embereket, mindenki mondta, ó, az nem, egy milliárd, 100 000 millió, 20 millió, és akkor mondtam, hogy jó, én ennek szeretnék én magam utána járni, megkerestem cégeket, akik ilyen egyedi átalakítással foglalkoznak, és nem durva 100 000-ről van itt szó. Tehát a regadó sokkal jobban fáj, mint az ilyen egyedi engedélyeztetési terv. Most nyilván nem mondom, hogy mindenkinek 60 000 lesz, vagy 40, vagy 80, mert aki kacsalábon forgó kastélyt akar, úgy, hogy menet közben jobbra forogjon, állóhelyben meg balra, annak az engedélyeztetés is ennek megfelelően drágább lesz, de kifizethető. Pont azért mondom, hogy kifizethető, mert, és akkor visszatérünk a szigetelésre, gyakorlatilag nem veszünk semmi olyan anyagot, ami nem hozzáférhető ezekben a nagy építőipari áruházakban. Tehát gyakorlatilag ezek az építőiparból származó szigetelések, púrhab, hőtükör, meg kőzetgyapot, stb. Lépésálló polisztirol, OSB, mindig USB-t mondok, mert USB, OSB lap, hozzátartozó csavarok, de sajnos, hogyha így az Excel táblánál a végén csinálunk egy szummát, akkor elég nagy összeg jön ki. Konkrétan nekem a padló, csak a padló, az volt 58 000 forint, így leszigetelve, és ebbe ugye benne van a ragasztók, amit kellett hozzá, a csavarok, az OSB lap, a lépésálló fólia, és ez a OSB lap alatt van egy párazáró fólia is ott. Most sokan túlzásnak tartják ezt a sok párazáró fóliát mindenhova. Én azt mondom, hogy most azon a, nem tudom, 8000 forinton most már nem múlik. Én alátettem, legyen meg, legyen ott, legyen jó. Ez az oldalfalak és a tetőszigetelés, most úgy beszélek róla, mintha már kész lenne, mert minden megvan. Tehát otthon van minden, de például itt, ha beburkoltam volna szigeteléssel, és utólag mégiscsak ablak kell, már pedig kell ablak, akkor szigetelést kiszedni, stb. Ezért ilyen kicsit ilyen félfázisban van az egész, de ez a teljes szigetelésnek az anyagköltsége, az a falak és a plafon, ez nagyjából olyan 120 000 forint. És ez így viszonylag soknak tűnik, de ezekből a kis apróságokból jön össze. Például ez a ragadós alumínium fólia, amit mutattam, ugye ez 50 méteres tekercsekben van, egy ilyen tekercs 2800 forint. Ami így Celluxhoz képest sok, egyébként nem olyan nagyon sok, de ahogy ragaszgatod, fogy. Csak egy példát mondok, a vezeték. Azt hiszem, hogy 4-szer mentem vezetéket vásárolni, mert először erre gondoltam, kettő feles sodrot részkábel, mennyi kellett? Hát max 20 méter, jó, ebből 20 méter. Mindenből vettem ilyen 20 métereket, és úgy elnyelte a kocsi, hogy csak néztem nagyot. Gyakorlatilag most már több mint 150 méter vezeték van az autóban, és ez egy 3700 mm-es rakfelületű autó össze-vissza megette a vezetékeket. De megette. Spoilerezzünk, mert ez lesz majd a következő adás. Erről viszont a következő adásban beszélünk, az elektromosság, a vezetékek elvezetése, meg eleve a kigondolás, hogy legyen ledet mindenhová. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.